Elsősorban hogy érzed magad, hogy telt az elmúlt pár nap? Mert most a sajtótájékoztatón úgy tűnt, hogy nagyon jó hangulatban teltek itt az edzéssel teli napok. Hát persze, eddig jó volt, hiszen azért kicsit, hogy mondjam, lazábban vettük itt a dolgokat, azért itt még volt vicceskedni időnk, most azért Csema beszélt a videón is, hogy most már azért nagyobb koncentrációt vár az edzéseken is, ami eddig is megvolt, de azért engedte, hogy itt, amikor volt ivószünet, akkor vicceskedtettünk, most már szerintem az se lesz, úgyhogy most már tényleg csak a kézilabdája az idő most. Hogyan látod az Európa-bajnoki csoport ellenfeleket? Hát erre nehéz mit mondani. Két éve azt mondtam, hogy simán tovább jutunk, most inkább nem mondok erre semmit. Három nagyon jó csapat ellen fogunk játszani, majd meglátjuk, hogy mit az a sors, és hogy tudunk majd játszani. A csehek elleni mérkőzés után üzentek nektek a szurkolók. Ez neked mit jelentett? Mert azért láttam, hogy egész jó viszonyban vagy a szurkolókkal, ugye a mérkőzésen még ott is maradtál. Mit jelentett számodra ez a támogatás, amit még a felkészülési meccsen kaptatok? Nagyon sokat jelentett, hiszen hazai pályán kikaptunk, és ezután is megvártak ennyien, főleg ott a főszurkolók, az jól esett, üzentek is nekünk, hogy velünk vannak, és valamennyien majd jönnek ki Münchenbe szurkolni nekünk, ez nagyon jól esett, igen, örülök, szerencsére nagyon szeretnek a szurkolók, mindig megvárom őket, ott mindenkivel csinálok képet, vagy aláírást, vagy amit kérnek. Úgyhogy én is próbálom viszonozni azt a szeretetet, amit adnak nekünk, nekem is. Ebben az is benne van, hogy azért ritkán találkozol a magyar szurkolókkal? Valószínű, igen. Szerintem én vagyok, nem is tudom hányan vannak 5-6-an külföldiek talán. Páran játszunk a BL-be, úgyhogy valószínű velem találkoznak a legkevesebbet. Örülök minden támogatásnak, amit Magyarországról kapok. Most azért egy fokkal, ha nem is itt leszel Magyarországon, egy fokkal közelebb leszel, mint Párizs. Kielce, mennyire várod már ezt a váltást? Várom nagyon, de ez most nem ide tartozik, ezt majd a következőkben, igen, most a válogatott ér sor.